Május 26-ára izgalmas konferenciát szervezett a Magyar Egyházok Ökumenikus Tanácsának Szociál-Etikai Bizottsága. Erre a MEÖT székházban került sor. Elvándorlás és migráció a 21. században címmel. Lehet-e napjainkban a politikailag erőteljes érdekviszonyok mellett megfogalmazott nézetek között valós párbeszéd? Felebarátként vagy terroristaként tekintünk-e a bevándorlókra? Mi is jövevények vagyunk? És mit mond a Szentírás? Az előadók és a hallgatóságok ezekre a kérdésekre keresték közösen a választ. A zsidók sajnos már 2000 év óta migránsak különböző országokban, ami azt jelenti, nagyon jól ismerünk és ezt ennek az ízét. A másik oldalon pedig utóbbi 80 évben, mindenképpen 50 év, mindenképpen erősen szenvedünk a terrortól, mindenféle támadásoktól, és mindennek ellenére igyekezni kell egy objektív véleményt képviselni. Próbáljunk, és remélem, hogy sikerülni is fog. Amikor beszélünk migránsokról, akkor rögtön lehet az embernek eszébe jut, és ez még idézve is volt különböző cikkekben és írásokban, hogy a Tórában több helyen is szó van arról, hogyan kell bánni az idegennel. Ez Mózes második könyvében, harmadik könyvében, ötödik könyvében, szóval több helyen van szó arra, az idegent el ne nyomd, és ne szorongasd őt, mert idegenek voltatok ti Egyiptom országában, stb. Stb. És akkor ez az ember egy az egybe lemásolja, és azt mondja, tessék, ezt mondja a Tóra. De valójában maga azt a szót, hogy idegen, gér egyes számba, vagy gérim többes számba a héberbe, az kérdés, hogy kiről van szó, ki az idegen, akiről beszélünk itt. Például Mózes harmadik könyvében is egy pár helyen, és a negyedik könyvében van egy olyan, egy törvény legyen számatokra az idegen, olyan legyen, mint a benszülöttet. Mert én vagyok az örök volt a te istenetek. Most azt nem lehet mondani, hogy itt arról van szó, hogy bárki jön, és ott vallási törvényekről van szó, pesachi ünneplésnek, az áldozatnak a bemutatása, akkor ezt nem lehet mondani, hogy ez vonatkozik a migránsra is, aki ide került, csak most kötelező neki ugyanígy ezeket a törvényeket tartani, ez egyáltalán nem helyes, hanem erre a Talmud azt mondja, hogy itt az idegen, ez azt jelenti, aki nem zsidónak született, és betért, és csatlakozott ehhez a valláshoz, ami azt jelenti, idegen abban a szempontból, hogy nem zsidónak született. És őrá vonatkozik az, minden törvény ugyanígy vonatkozik rá, mint bárki másra, sőt, van egy olyan kérdés is a Talmudban, hogy amikor imádkozik, vagy mondjuk maradjunk a Pészáknál, ugye az egyiptomi szabadulásnak az ünnepén, akkor mit ünnepel? Nem tudja azt mondani, hogy őseink rabszolgák voltak, mert az ő ősei nem voltak rabszolgák, mert ő lett zsidó. Erre a konklúzió az, hogy abban a percben, hogy betért a zsidó vallásba, akkor bizonyos szempontból azt lehet mondani, ő magára vállalta a vallást, de vállalta a történelmet is. És akkor ugyanígy mondjan ő is, őseink voltak rabszolgák, őseink istene, ugyanígy. De ami azt jelenti, hogy mindenképpen ebbe lehet látni, hogy ő rá már teljesen vonatkozik az, hogy egy törvény legyen mindenkinek, a zsidónak született, és az, aki nem zsidónak született, de azt vállalta és betért, ahogy be kell térni. Ha ez így van, akkor az előző idegen, hogy idegent nem szabad elnyomni, az melyik idegenről van szó? Ott is csak olyan idegenről van szó, aki betért.
Lehet ebben az irányban gondolkodni, de van egy olyan alapelv, hogy én mikra jöttem ide psútó, vagyis nem lehet az egyszerű jelentéstől eltekinteni és magyarázni, és akkor úgy, hogy már egyszerű jelentést elveszíti az érvén, hogy az már nem, hogy az egyszerű jelentést nem fogunk figyelmen kívül fogunk hagyni. Ami azt jelenti, hogy ezért maradni kell annál, hogy igaz, hogy másik helyen a Bibliában az idegen azt jelenti, hogy zsidóvá vált, de ahol az van írva, hogy nem szabad elnyomni, mert ti is idegenek voltatok, ez azt jelenti, hogy a sima idegen, aki nem itt a hazája, nem ide tartozik, de valami miatt ide jött, és nincs írva, hogy itt számít, hogy miért jött ide. Azért jött ide kényszerből, menekülnie kellett, azért jött ide, mert itt jobb életben reménykedik, vagy tetszik neki a környék. Mindenképpen az van írva, mert idegenek voltatok ti is, és nagyon jól tudtak, milyen érzés az, hogy valaki idegen. Ez nagyon jól kapcsolódik abban az a témához, hogy a vendég szeretet parancsolata. A vendég szeretet azt jelenti, hogy valaki épp nincs otthon, teljesen mindegy, hogy jó módú vagy nem, segíteni kell, mert azért hiányzik neki a hazája, hiányzik neki a természetes környéke, akkor szükség van segítségre. Természetesen minden vendég másra van szükség, és abban kell segíteni, ami neki kell. A Talmud azt mondja, nagyobb dolog vendégeket fogadni, mint a shinat, az isteni jelenlétet, a shinat fogadni. És ez honnan vezeti le? Vezeti le az 1 Mózes 18:3-ból, ahol Ábrám azt mondja az Istennek, Uram, ha ugyan kegyet találtam szemeidben, ne vonul el, kérlek szolgád mellett, mert szeretném fogadni a három vendég. A három vendég volt a három angyal, Ábrám, ők nem tudtad, ezek csak angyalak, vendégnek fogadta, és erre azt mondja az Istennek, jó, kérem, pár percet várjál, maradj el a vonalban, én szeretném most fogadni a vendégeket. Ezek szerint nagyobb dolog vendégeket fogadni, mint isteni jelenlétet élvezni. És ez részletezve van, hogy jön egy vendég, akkor fogadni kell élelemmel, szobával, vagy akármi mással, ami neki kell. Igen ám, ez szép is jó, de a kérdés felmerül, hogy mi van akkor, ha ide jön egy vagy több ember, és valahogy nem férünk meg olyan jól egymás mellett, vagy legalább a helyi emberek azt hiszik, hogy nem vagyunk képesek itt elférni egymás mellett. Erről a Sulchan Aruchban, a zsidó vallás törvénykönyvében, szó szerinti fordításban a terített asztal című törvénykönyvben, ez a 16. században, 15.-16. században keletkezett, ott van egy külön fejezet, ami szól arról, hogy milyen jogok van az idegennek, és itt az idegen azt jelenti, aki nem itt lakik, és ott még idegen, még akár egy zsidó is lehet, zsidó közösségben ő idegen, mert ő nem itt lakik. Ő, itt beszélünk a budapesti zsidó közösségről, ő pedig a debreceni zsidó közösségből. Debrecenben lakik, nem itt. Milyen jogai vannak, vagy pontosan milyen korlátok? Mi a probléma? A probléma az van, ott pedig egy üzleti kérdés, hogy vannak itt boltok, és valaki egy másik városból szeretne itt a zsidóknak egy olyan boltot nyitni, ami versenyezik a helyiekkel. Erre azt mondja a Sulchan Aruch, az van írva, hogy ezt lehet ezt ellenezni, lehet ezt vétózni. Miért? Mert ha ő idegen, akkor ne versenyezzen a helyiekkel. De ez csak abban az esetben, ha ő nem, de ha ugyanúgy vállalja az adófizetés
az adófizetés terhét, akkor már nem lehet őt visszatartani. Aszint azt lehet mondani, hogy figyelj, te nem veszel részt az itteni közösségi életben, te csak versenyezni akarsz a helyiekkel, és elvinni tőlük a pénzt, azt nem lehet. De ha ő itt fizet adót, akkor nincsenek akadály. Aztán a Shulchan Aruchhoz két szerzőből áll, két társszerző, akkor a Európából származó krakói rabbi, akit Remán névén ismerünk, ő ehhez még kiegészít is, azt mondja. Első dolog az, mi van akkor, ha jönnek ide, ha emberek egy másik városból elmenekültek, mert veszély fenyegette őket, akkor a helyi emberek az új városban nem akadályozhatják őket a megéletésük megteremtésében, addig, ameddig nem tudnak visszamenni, meg kell engedni. Nem lehet azt mondani, hogy figyelj, mi vagyunk a helyiek, nem, ők ide menekültek, akkor muszáj nekik lehetőséget adni, de amennyit üzletelnek, arányosan annyit kell vállalniuk a közterhekből. Ami azt jelenti, ha ide jönnek, akkor először fogadni kell őket, és ha üzletelnek, azt jelenti, ha üzletelnek, akkor utána már természetesen arányosan kell vállalni a közterhekből. De csak abban az esetben, ez csak abban az esetben van, ha idegenek jönnek átmenetileg egy városba, de amiben laknak. Ha azonban azzal a szándékkal érkeznek, hogy letelepedjenek, és rendesen részt vállaljanak a közterhekből, mint a helyi lakosok, itt már azt jelenti, hogy ide menekültek, de nem terveznek visszamenni. Itt szeretnék maradni minden szempontból, minden közterhet, mindent akarnak vállalni. Erre van két vélemény. Az egyik vélemény azt mondja, hogy ennek semmi akadály nem lehet, és érdekes az érvelés, mert minden embernek joga van ott lakni, ahol akar, hisz azok is, akik most ott laknak, valamikor odaérkeztek, és elfoglalták azt a helyet. Ami azt jelenti, mit jelent az egy helyi ember? Isten oda teremtette őket? És mikor teremtette Isten oda őket? Valakik itt laknak 100 évet, valakik itt laknak már 500 évet, és valakik itt laknak 5 hetet. De akar is valaki idejött. Mikortól kezdve válik az, hogy ő az egyik az a helyi ember, és a másik az az idegen. Tegnap te voltál idegen, és ma te lettél a helyi, és én vagyok az idegen. Akkor várunk még egy kicsit, holnap én fogom mondani valaki másnak, te vagy az idegen, és én vagyok a helyi. Vagy azt mondja, akkor ez mit jelent? Mit jelent helyi, és mit jelent idegen? Abban a percben, amikor nekem kell segíteni másnak, de tudom, hogy akár egy kis százalék mindenképpen veszélyeztet engem, a többiek nem, akkor már rendszert kell építeni, és óvatos kell lenni. Ez nem jelenti az, hogy engedni kell, hogy halljanak meg, vagy ilyesmi, de akkor rendszert kell építeni. Valójában a kérdés az nem biztos, hogy helyen való. Ugye nem szabad a betegség tünetével foglalkozni, és nem orvosolni maga a betegséget. Ugye, ha valakinek van láza, semmi probléma, vegy be egy fájdalomcsillapítót, és el fog múlni a láza, és minden rendben van. Holnap megint lázas, megint be fog venni csillapítót, és akkor több napon, több héten keresztül, és közben valami betegsége van, ami okozza ezt a lázat, de azzal nem foglalkozik, mert eltűnt a láza. Ilyenkor nem szabad a lázra koncentrálni, hanem mitől van ez? Van egy olyan betegség, amit orvosolni kell, ami azt jelenti, ha sajnálunk és sajnálni kell, az a sok-sok ezer ember, aki olyan helyzetbe találja magát, hogy ott kell hagyni a hazáját, stb., és elmenni máshova, akkor nekünk orvosolni kell nem a tünetet, hanem orvosolni kell a problémát. És mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne legyen szükség nekik menekülnie. Először a háborút le kell állítani, hogy minden áron le kell állítani a háborút, hogy ne legyen háború, ne legyen szükség menekülni. A szegénységet segíteni kell nekik, hogy ne legyen szegénység,
és akkor így nem az a kérdés lesz, el kell fogadni őket, mennyire fognak alkalmazkodni és letelepedni és átvenni. Nem. Menjenek, maradjanak ott, és próbálni kell úgy, hogy biztonságban legyenek, és mindent csinálni velük. De már, mert erre azt mondom, a te életed az előbbre való. Köszönöm a figyelmet. A biblikus nézőponton túl egyebek mellett a szociológia és a biztonságpolitika szemszögéből hallhattak a jelenlevők megközelítéseket, melyek összességében rámutattak arra, hogy a jelen kérdéseiről nem lehet, pontosabban nem érdemes kizárólagos véleményt alkotni.